Gratulálunk a győzelemhez. Az interjú előtt a sarat le kellett takarítanod a homlokodról, ez mutatja, hogy nagy küzdelem volt, de az első gólban azért jelentős érdemeket szereztél, és talán egy picit a szerencse is most a Kisvárda mellett volt. Hogyan értékeled a sikert? Hát igen, egy kis szerencse sosem árt, tehát nyilván egy küzdelmes mérkőzés volt. Itt a másik fél időben hát eléggé visszaálltunk, tehát koncentrálni kellett, de hát végül szerencsére megnyertük. Ez már nagyon kellett, ezt mondták a lelátóról. Egyetértesz? Hát abszolút, abszolút. Tehát talán 5 meccs óta nem nyertünk. Tavaszt is 3 döntetlennel kezdtük, szóval fontos volt az első győzelem. Mennyit ér ez a mostani 3 pont, látván nyilván, hogy mennyire közel vannak a csapatok egymáshoz, aranyat érhet valamilyen szempontból? Hát nagyon sokat, nagyon sokat. Főleg egy erős Újpest ellen mindenképpen értékes. És mennyire löki meg ez a Kisvárdát, hiszen nagyon fontos mérkőzések vannak hátra, köztük a Magyar Kupa az elődöntőbe jutásért is. Igen, igen. Hát remélem nagyon meglöki, aztán majd meglátjuk.